Tudd meg, ó ember, ehelyen Nagy Magyarország vérrel, könnyel és verejtékkel megszentett földjén állsz. Ez a mondat volt olvasható a Budapesti Szabadságtéren 1928. augusztus 20-án felállított országzászló ereklyetartójának zárókövén. Rövid, egyértelmű és máig hallatszó üzenet ez a trianoni békediktátum utáni évek Magyarországáról. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az országzászló mozgalom Urmánci Nándor örmény származású erdélyi országgyűlési képviselő szervezésében indult útjára, akit a korabeli krónikák csak megalkuvás nélküli magyarként emlegettek. Természetes, hogy az akkori szónoklatok az igazságtanul elcsatolt területek visszaszerzését áhították, sőt követelték. Azt gondolom, ma nem ilyen szónoklatra van szükség. Ma ugyanis már egy másik korban, egy másik történelmi helyzetben állunk a cegédi országzászló talapzatánál. Eltelt 101 esztendő, és bár Trianon sebei minden igaz magyar szívében a mai napig vérzenek, de irredentizmusnak, revizionizmusnak már nincs helye a felelős magyar politikában és közbeszédben. Időközben ugyanis megéltük a gazdasági világválságot, a második világháborút, a náci, a nyilas és a kommunista rémuralmat, az 1956-os forradalmat és az 1989-es rendszerváltást, hogy azután 2010 óta több lépésben a szó közjogi értelmében újraegyesítsük a 15 milliós magyarságot, és túlléphessünk a saját múltunk túl nagyra nőtt árnyékán. A határon túli magyarok kettős állampolgárságának, szavazati jogának és széleskörű anyaországi támogatásának biztosításával, illetve a békés és termékeny együttélésre fókuszáló szomszédságpolitikával Magyarország bizonyos mértékig képes volt úrrá lenni 1920-on. Ma is vannak persze küzdelmeink. Elég csak arra gondolni, hogy mióta vagyunk kénytelenek blokkolni Ukrajna euróatlanti törekvéseit, mert Kijev a nyelvtörvénnyel és más intézkedésekkel súlyosan megsérti a kárpátaljai magyar nemzettestvéreink jogait. Összességében azonban minden állammal, kiváltképp azokkal, amelyek területén jelentős számú magyar kisebbség él, korrekt, egyenrangú együttműködésre törekszünk, és ebben vannak komoly eredményeink. Tiszteletet adunk, és tiszteletet kérünk. Az országzászló éppen ezért ma nem a dühös követelőzés szimbóluma, nem a múltba révedés jelképe, hanem egy önmagára büszke, a jelenét saját maga irányító, a jövőjében joggal bizakodó ország lobogója. Egy olyan nemzeti, amely elfogadja határait, de amely a magyarok szívében húzódó határokat mindörökre lebontotta. Különösen fontos ez a gondolat most, amikor a koronavírus járvány harmadik hulláma egy hosszú, nagyon sötét alagút fényre kivezető végén járunk. A pandémia mindenkit, minden magyart egyformán megviselt. Mi döntéshozók először a trianoni határokon belül élő magyarokon gondoskodtunk támogatásokkal, információkkal és legfőképpen oltóanyaggal. De amint lehetett, ezt a segítséget kiterjesztettük a külhoni magyarságra is, hiszen értük is felelősséggel tartozunk. Több államban élő nép, de egy nemzet vagyunk, és valljuk, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Ezt az országzászlót tavaly a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából akartuk felavatni, de az emberi életvédelme minden más érdeknél erősebb parancs, aminek engedelmeskedve mostanáig kellett várnunk ez alkalomra. De hogy csak mostanáig, már az is egy fantasztikus eredmény. A védekezésben dolgozó és a szabályokat betartó összes embert nagy köszönet illeti azért,
hogy Magyarország a világ elsők között van a beoltottak számát illetően, és ennek hála az élet nálunk már most visszatérhet a rendes kerékvágásba. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az országzászló nem az üres kivagyiság, nem a meldöngető hazafiság megnyilvánulása. Gondoljanak csak bele! A migrációra épülő és alapvetően liberális Amerikai Egyesült Államok Egyesült Államokban mennyi házon ott leng a csillagos zászló. Ők büszkék rá, hogy amerikaiak, pedig az őseik néhány száz éve a világ minden tájáról összegyűlve nemzeti identitásukat őrizve alapították meg ezt az országot. Hát akkor mi ne legyünk büszkék az ezer éves magyarságunkra és az azt kifejező zászlóra? Igenis, legyünk büszkék. Nem vagyunk jobbak ugyan egyetlen nemzetnél sem, de rosszabbak sem. A magyar zászló legyen politikán, ideológián, szembenálláson, külön érdeken felülemelkedő közös érték. Jelképe annak, hogy sokkal több minden köt össze bennünket, mint ami szétválaszt. Ez az országzászló a békés emlékezés helye. Mert Vasalbert így írta meg. Kétféle ember van a világon. Az egyik karddal farag világot magának, a másik ekével. De a karddal faragott világot egy másik kard ledöntheti, és újjáfaraghatja nagyon is gyorsan. Maradandót csupán az eke farag. Ma egy olyan 20. századi és főképp Trianon utáni történelmi kezdeményezéshez csatlakozunk, ami nem csak ünnepi szavakat kíván, hanem tetteket. És túl a mai napon az országzászló felavatását, megszentelését folytatva, hagyományteremtést. Annak a hagyománynak az elindítását, hogy ezentúl minden évben összegyűlünk ezen a napon itt, és elgondolkozunk a magyar történelem sugalmairól. Kevésszer adatik meg olyan alkalom egy nemzedék életében, hogy elindíthat egy hagyományt. Kihaltak már nemzedékek, akiknek ez egyszer sem adatott meg. Kedves barátaim, mi a szerencsések közé tartozunk. Nekünk megadatott a magunk erejéből, mert akartuk. Jelkép ez is. Arra utal, hogy minden más is sikerülhet, ha akarjuk. De mai nagy örömünkben ne feledkezzünk meg azokról az elődeinkről, akik kitalálták az országzászló mozgalmat. Sőt, inkább szűkítem, és egy emberről beszélek, akit már képviselő úr említett, Urmáci Nándorról, akinek a fejéből kipattant ez a gondolat. Ki is volt ő? Az 1867-es kiegyezés után egy évvel született, örmény származású, maroshévízi, erdélyi ember, aki Pesten végezte a jogot, és aztán számtalan feladat elvégzése után több mint másfél évtizedig a Magyar Országgyűlés tagja volt. Örök nemzetvédelmező volt. És itt engedjenek meg egy rövid megjegyzést. Hangsúlyozni szeretném ugyanis, hogy egy örmény születésű magyarról van szó. És ez nagyon sokat kellene mondjon nekünk az évszázadnyi múlt és a ma összehasonlításában. Egy örmény ember, aki a szívét és az ötleteit adja nekünk, magyaroknak. Gondoljuk ezt végig. A szlovák és szerb származású Petőfi országában, aki azt írta mély hitvallással, hogy ha nem születtem volna is magyarnak, néphez állnék ezennel én. Ott születnek az Urmánci Nándorok is. Tudjuk, és mert tudjuk, hogy Petőfi ezért is magyar létezés egyik legnagyobb csodája. Sőt, valóban világjelenség. Nekünk magyaroknak pedig talán a legfontosabb összetartunk. Sokkal később I.J. Zsula fejtette meg ennek a titkát. Azt mondta ugyanis, hogy magyar az, aki annak vallja magát. Urmánci Nándor az ilyen magyarok közé tartozott.
Miért is mondom ezt? Mert ma már a magyarban is keressük a magyart. Ahelyett, hogy az úgynevezett idegenben találnánk meg az emberit, ami összeköt bennünket. Keresztény ember nemigen gondolkozhat másképpen. Urmánci ötletére az Országzászló Mozgalom 1928-ban a budapesti Szabadság téren kapott országos hírnevet és lendületet. Azóta a Szabadság tér különböző emlékművek váltakozásának színterévé vált, de akkor még arra is emlékeztek, hogy ott volt az új épület, ahol 1849 után hajnaújék tartották fogva és végezték ki a magyar hazafiakat, köztük Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy ennek a mozgalomnak alaptalan remény volt a mozgatója, hogy az országfeldarabolás trianoni tragédiája megfordítható. Ma már azt is tudjuk, hogy ez nem így van. Viszont semmi sem akadályoz meg bennünket abban, hogy például itt, Cegléden teljes történelmi józansággal viszonyuljunk ehhez az emlékhez. Ne feledjük, évtizedekig nem lehetett beszélni Trianonról, nem lehetett beszélni határon túli honfitársainkról. Az akkori ellenzék heves tiltakozását váltotta ki Antal József miniszterelnöknek 1990. júniusában a trianoni békeszerződésről mondott szavai. Elvesztettük az ország területének kétharmadát, emlékeztette a jelenlévőket a miniszterelnök. Senki nem vitathatja el tőlünk a fájdalom jogát, tette hozzá. S ragaszkodunk ahhoz, hogy a békeszerződés értelmében minden szomszédunk biztosítsa a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogait. Hozzátette, és most szó szerint idézem. Törvényes értelemben a magyar közjog alapján minden magyar állampolgárnak, ennek a 10 milliós országnak a kormányfőjeként, lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni. Erre a mondatra utalt Sütő András a miniszterelnök ravatalánál, amikor azt mondta, senki, aki utána jön, senki, aki a nyomába lép, ezután meg nem kerülheti őt abban, amit a határon kívül élő magyarságért cselekedett. Tisztelt emlékezők! 101 évvel ezelőtt, délelőtt 10 órakor a gyalázatos békedekrátum aláírásának kidőzött időpontjában Magyarországon megkondultak a harangok, megszólaltak a gyárok szirénái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a zászlókat félárbocra eresztették, 10 percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek. Hiába mondta el gróf Aponyi Albert január 20-án a magyar küldöttség megérkeztekor híres beszédet, melyben így fogalmazott, érzem a felelősség roppant súlyát, mely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről a békefeltételeket illetően az első szót kimondom. Nem tétovázom azonban, és nyíltan kijelentem, hogy a békefeltételek, úgy, amint önök szíveskedtek voltak azokat nekünk átnyújtani, lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanok. Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abban a helyzetben állítatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ, helyese öngyilkosnak lennie, hogy megöljék. Eddig az idézet. 101 éve viseljük a vesztesek terhét. Ma már bizonyított tény, hogy ott a tárgyalóasztalnál nem nyerhettünk volna, bármilyen brilliáns is volt gróf Aponyi Albert védőbeszéde, a győzteseket nem érdekelték a magyar érvek, nem érdekelték Teleki Pál híres vörös térképe sem, mely valós képet festett arról, hogy milyen nagyszámú magyar honfitársunk kerül más nemzetiség uralma alá. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A ránk erőszakolt szerződést kimondta, hogy az osztrák-magyar monarchia felbomlott. Ennek következményeként a magyar állam elvesztette
területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67%-át. Lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. A trianoni békéről mindezek alapján elmondható, hogy erőszakos diktátum volt, melyet egyoldalúan kényszerítettek Magyarországra, mely végül megtagadta azon elveket, melyek nevében megszületett. Az idő kerekét azonban nem tudjuk visszaforgatni. A békediktátumot nem tudjuk meg nem történté tenni, annak hatásait tompítani azonban igen. A mi feladatunk, hogy bebizonyítsuk a világnak, hogy nekünk, magyaroknak határoktól függetlenül közös gyökereink vannak, melyek a legnagyobb vihar esetén is megtartanak minket. Az együvé tartozás alapja a Szent István által lerakott keresztény tanokból, a magyar nyelvből, kultúrából, történelemből táplálkozó magyar nemzeti életösztön. Ez az élni akarás a 21. századi magyarság legfontosabb erőforrása, melynek segítségével az államhatárokat nem sértő, korszerű módon lehet biztosítani a teljes kárpát-medencei magyarság szülőföldjén való boldogulását. Tisztelt emlékezők! 2010-ben az országgyűlés a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről címet viselő törvényben kimondta, és most idézem, az országgyűlés kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egész magyar nemzetnek, mely államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Így kerekedett felül a gyászon a magyarság együvé tartozása, mikor ezzel a törvénnyel kinyilvánítottuk, nincs határon belüli és határon kívüli magyar ügy. Egyetlen magyar ügy létezik. Ennek jegyében kell szellemi, lelki és anyagi erőforrásainkat összpontosítani. Hölgyeim és uraim, a most felavatandó országzászló a világ magyarságának kulturális, anyanyelvi és lélekbeli összetartozására emlékeztessen minket. Köszönöm a jelenlétüket, köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem, hogy itt, míg a Teremtő engedi, minden évfordulón találkozni fogunk. Nem Magyarország jogi területén belül születtem. Mesélhetnék arról, hogy milyen volt az, milyen volt felismerni. Milyen volt rájönni arra 6 éves gyermekként, hogy a nyelv, amit beszélek, az nem az állam nyelve, ahol élek. Milyen volt megismerni azt, hogy amikor az ABC-t megtanultam és olvasni kezdtem, akkor a boltok és a közjogi feliratokat nem tudtam elolvasni, mert azok nem magyarul voltak. És rádöbbenni arra, hogy ez mit is jelent később. Mesélhetnék. De most mégis másról szeretnék beszélni. Az országzászló felvonásának korabeli rítusai különbözőek voltak. Általában félárbócon volt az országzászló egyébként. Amikor egy-egy országrészt visszacsatoltak, akkor felhúzták a csúcsig,
jelképezve az egységet. És aztán újra visszaengedték. Én nem tudom, hogy milyen lesz ennek az ászlónak a mindennapi állapota. De egy másik egységre hadd hívjak mindenkit, amit én életem során szintén felismertem. Egy sokkal nagyobb egységre. Amit a Biblia így fogalmaz Mózes könyvében, hogy bizony az Úré az ég, az egek mindensége és a föld és minden, ami rajta van. Az Úr a tulajdonos. És tudjuk a történetből, hogy a nép és a nemzet Bábel tornyának idejében kialakulása Istentől egy próbatétel. Mégpedig arra nézve, hogy megtalálja-e az ember először az Istenében az egységet, mielőtt az önmaga közösségében önmagát Istenné akarná tenni. Tehát én arra hívok mindenkit népben és nemzetben, hogy úgy találjuk meg először Istennel az egységet, hogy erre hívjuk azokat, akikért elsősorban felelősek vagyunk, a családot és a népet, a nemzetet, mert ez biblikusan is felelősségünk. És így tekintsünk erre az egységre, az integritásra, ami sok mindent is jelent, belső hitelességet emberként, Isten képűség, Isten képét hordozó szeretett közösséget az emberben. Így kérem Istent áldásban, hogy a mindenható Isten áldja meg e jelkép köré gyűlt közösséget, lelkében, testében, szívében, gondolataiban, Jézus Krisztusban. Amen. Amikor Isten megteremtette az embert, így olvassuk a Biblia első lapjaiban, akkor azt mondja, saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Nincs sokféle ember, egyetlen egy Isten teremtette ember van, akit saját képére és hasonlatosságára teremtett, és tudjuk Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából, hogy az Isten három isteni személynek a szeretet egysége, és az embert ennek mintájára, ennek képére és hasonlatosságára teremtette. Most, amikor itt az emlékművet megáldjuk, és az országzászlót, ami egyfajta egységnek, szeretett közösségnek a jelképe, akkor különösen is kérjük Istent, hogy azt, amire Isten meghívott bennünket, minden embernek a közösségében, azt mi magyarok, a magunk még szorosabb egységében és közösségében nem csak fenntartani tudjuk, hanem újra és újra egyre mélyebben megélni. És hogy ne legyen semmi, ami elválaszt bennünket, hiszen nem csak Isten népéhez, hanem a magyar nemzethez is szorosan kötődve egyek vagyunk. Így imádkozzunk most. Mennyei Atyánk, mindenható Atya Isten, áld meg ezt az emlékművet és ezt az országzászlót, attól, hogy mindazok, akik itt elmennek, akik itt megállnak, vegyék észre, hogy nem kóborolnak a világban, hanem egyetlen egy néphez tartoznak. Legyenek büszkék erre. És azt a sok szenvedést, amelyet átélt ez a nemzet, te viszonozd, ahogyan fiadnak Jézus Krisztusnak szenvedésének a beteljesülése, a feltámadás volt, hogy mi is az újjáéledés és a folyamatos újjászületés és feltámadásnak a részesei lehessünk. Erre kérjük áldásodat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Míg 1920. június 4-én Párizsban verőfényes volt az ég, addig Budapesten borongós, esős volt az időjárás. Mondták is sokan, az ég is a magyarokkal gyászol. Az aláírás napjára a közép- és alsófokú iskolákban, illetve a hivatalok többségében
Gyászszünetet rendeltek el, a zászlókat félárbócra eresztették. A boltok zárva maradtak, csak az élelmiszertárulók nyitottak ki. Az aláírás pontos dátumát még nem tudták, így a gyászszertartásra már reggel gyülekeztek az emberek. 10 órakor megkondult Budapest összes harangja. Megszólaltak a gyárszirének, megálltak a villamosok és a kocsik. Az egész országban a dolgozó munkások, hivatalnokok letették a munkaeszközt és néma csendben álltak. A bíróság a tárgyalásokat felfüggesztették, a fővárosi közgyűlés egy órás szünetet hirdetett. A vonatok megálltak. Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar. A Kárpátok védték, ha jött az ivatar. Az idők folyamán ráéheztek mások. Széllyel darabolták nagy Magyarországot. Akartuk mi élők, tehetünk mi róla. Felelős mindezért a vén Európa. Széttépték országunk, sok millió szívet. Kisebbség nemzetünk 5 országban így lett. 10 órakor növénytanóra kezdődött, és Kovács Demjén tanár úr magas, szikár alakja pontosan jelent meg az ajtóban, mint mindig. Felment a katedrára, beírta az osztálykönyvet, de nem kezdte el a feleltetést, mint szokta, hanem lehajtott fejjel merett maga elé egy hosszú percig. Akkor megkondultak a harangok. Kovács Demjén tanár úr felállt, ennyit mondott. Elvégeztetett. 54-en voltunk. 54, 14 éves magyar fiú. A Golgota utolsó szavai után már nem bírtuk tovább. Leborultunk a padokra, és elkezdtünk sírni. A Nagy Magyarország keresztre feszítésének napja volt. 1920. június 4-e. Péntek. Kell lenni a mennyben, valahol egy helynek, hol a fájó szívek gyógyításra lelnek. Szívét nemzetemnek elküldeném oda, Uram, kegyelmeddel térjen onnan vissza. Szóljon ez a dal szétszór gyöngyszemekhez, kősziklára tapadt tépett levelekhez. Szóljon ez a dal kéklő búza szemhez, tőkén maradt árva bús szőlő szemekhez. Nemzetemnek szívét elküldeném oda, akik összetörték, azok hozzák vissza. Nincs az a tűzkerék, ami eltapossa, amikor egy nemzet a szívét kéri vissza. Szóljon ez a dal szétszór gyöngyszemekhez, kősziklára tapaszt tépett levelekhez. Szóljon ez a dal kéklő búza szemhez, tőkén maradt árva bús szőlő szemekhez. Mindannyian másképp emlékezünk erre a napra, de mindannyiunknak fáj. Családunk ketté szakadt a trianoni béke következtében. Unokatestvéreim idegenek lettek a saját hazájukban. Lakhelyüket elcsatolták. Meg akartuk látogatni őket, de nem tudtuk. A keleti pályaudvar üveges boltozása alatt
fekete táblát akasztottak ki. Fehér krétával volt városok neve felírva rá. Rutka, Kassa, Körösmező, Kolozsvár, Szeged-Drókus, Arad, Orsova, Pécs, Eszék. A keleti pályaudvar üveges. Két nagy budapesti pályaudvarról már nem érkezett oda vonat. Hiába vártak ott. A békeszerződés eredményeképpen a Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát. Őrvidéket Ausztria kapta. 26 ezer magyar. Elindultam szép hazámból, híres kis Magyarországról. Visszanéztem fél utamból, szememből a könyv kicsordult. Búe bédem, búe csarám, csillagos eget, sírok alatta eleget. Nagypapám zokogott. Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket, és nem azért, hogy a dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Bánát nyugati részét, Bácskát, Muraközt, Délbaranyát a szerb-horvát-szlovén királysághoz csatolták. 500 000 magyar. Pozsonyt annektálták. A lakosság elkeseredett tiltakozó népgyűléséből vérfürdőt csináltak. Egy kicsi fiú felmászott egy lámpára, és ki akarta tűzni a magyar lobogót. A cseh katonák, mintha verébre céloztak volna, lelőtték. A kis papírzászló lehullott a holt fiúcskával a magyar Pozsony földjére. Felvidéket és Kárpátalját Csehszlovákiához csatolták. Ha alkonyatkor balagtál a ködben, mely lágyfájtlával a Dunára hult, zsongó zajban és mély a csöndben, fáradt szívedbe muzsikált a múlt. A vén utcákon szinte visszazengett régi léptek kongó moraja, Széchenyi járt itt, s honán merengett, mely nem volt, de lesz még valaha. Csokonait itt várta a diéta, Petőfit is, és az a nyurga Méla, szelíd diák, Revicki itt merengett. Holmas túj bánat árvul a ligetben, s a márvány szép királynő téliesben, magyarjaira vár a Duna mellett. Ha házat építettek valahol Pesten, Fogarason, Szolnokon vagy Kolozsvárot, megálltam előtte, és úgy néztem, mintha az én házamat építenék. És ha valahol a Pilisi hegyekben virág nyílt, akkor tudtam, hogy az a virág nekem nyílt. És ha egy idegen emberrel beszéltem, és az idegen ember dicsérte a Láncidat, a Dunát, az Akteleki cseppkőbarlangot, a Dobsinai jégbarlangot és a Balaton vizét, akkor lesütöttem a szemem, és zavarba jöttem, mintha engem dicsérne. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról. Arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. És ha ezt mondom Erdély, és ezt Kolozsvár, és ezt Kárpátok, meg fogod tudni, hogy mire gondoltam akkor. Erdély Romániához került, ahogy Bánát keleti része is. Jó Istenem, oltalmazom segedemem, vándorlásban reménységem, ínségemben látj kenyerem, vándor fecske sebes szárnyát, vándor székely reménységét, Jézus áld meg Erdély földjét. Búcsúznak a Kárpátok, az erdélyi tölgyek, a bácskai fekete rögök, a soproni boltívek, Rákóczi hanvai a kassai dombban, az aradi sáncok, a temesi füzek. Viszont látásra édes véreink, sugárzó hegyeink, drága rónáink. Ez a kis Magyarország, ami megmaradt, ragyogni fog,
mire visszatérek. A tőlünk elszakított országoknak, pedig országrészeknek pedig azt üzenjük. Ezer évnyi együttlét után válnunk kell, de nem örökre. E pillanattól kezdve minden gondolatunk, éjjel-nappal, minden szívdobbanásunk arra fog irányulni, hogy régi dicsőségében, régi nagyságában egyesülhessünk velük. Az országot 101 éve szétdarabolták, de a Kárpátok ölelte földön él a magyar nép. Az a magyar nép, aki határoktól függetlenül egy nemzethez tartozik. Együtt dobban a szív, és benne a szó hangzik a Magyarnak lenni című dal szövegében. Magyarnak lenni néha nehéz, de jó. Bárhova rendeltek a nagyhatalmak, mi összetartozunk. Áldott-e föld, és áldott-e szó, édes hazánk. Itt van a bölcsős, itt ringatott az én édesanyám. És ha egyszer sírom, ő a vadvirág, én fentről is, a mennyből is hallom majd szavát. Együtt dobban a szív, benne dobban a szó, magyarnak lenni igenis jó. Az egekig ér már a nyíló virág, karjába zárja a magyar az át. Hazám e föld, mit szívünk hazámban mindig otthon vagyok, hiszem, hogy én is jó magyar vagyok. Mint sírból támad ősi erő, olyan vad hazám. Messze sodort, bolyongó kő, tenger zord viharán. Nagy hegyeknek öréből élik a vadvirág. Én lentről is, a mélyből is hallom majd szavát. Együtt dobban a szív, benne dobban a szó, magyarnak lenni igenis jó. Az egekig ér már a nyíló virág, karjába zárja a magyar az át. Hazám-e föld, mit szívünk fölé, Kárpátok vonnak népünk köré. Hazámban mindig otthon vagyok, hiszem, hogy én is jó magyar vagyok. Kéne már, mert egy az utunk, s ha összefogunk,
A felavatott emlékművet a város, pártok és intézmények koszorúzták meg, elhelyezte az emlékezés virágait Cegléd-város önkormányzata, a Fidesz helyi szervezete, a KDNP helyi szervezete, a Jobbik helyi szervezete, az MSZP ceglédi szervezete, a Momentum helyi szervezete, a Ceglédi Tankerületi Központ, a Szakképzési Centrum, a Református Általános Iskola és Óvoda, a Városi Könyvtár, valamint a Kossuth Múzeum és a Turini Százas Küldöttség Múzeum baráti kör. Az emlékezők a trianoni kopjafát is megkoszorúzták.